Zsúfolásig megtelt péntek este a koronaszálló rendezvényterme, ahol rendhagyó módon egy tornaszőnyeg foglalt el a központi helyet. Nem véletlenül, mivel a Nyíregyházi Tornasport Egyesület tartotta évértékelő gáláját. A legfontosabb bejelentés azonban a színpadon hangzott el, Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a 16 kiemelt sportágat érintő sportágfejlesztési program részeként egy 21. század követelményének megfelelő tornacsarnok épül a megyeszékhelyen. Nagyon fontos, hogy a 21. században megteremtsük a fiataloknak azokat a lehetőségeket, ami levonza a sportcsarnokba, a létesítménybe, akár tornacsarnokba a gyermekeket a minél korábban. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy egyre nehezebb a szakemberek dolga is, és ehhez olyan létesítményeket kell kínálni, ami ténylegesen ott is tartja őket. Úgyhogy ezért határozott ugye a Magyar Tornaszövetség, Nyíregyháza önkormányzata, a polgármester úr és a sportért felelős államtitkárság, hogy ténylegesen megvalósítsunk itt Nyíregyházán egy tornacsarnokot, egy tornacentrumot, amely regionális központ is lesz. A Nyíregyházi Tornasport Egyesület 2017-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja a régióban tevékenykedő egyesületeket. Jelenleg több szakágban mintegy 220 versenyeznek az egyesület színeiben. A gálán díjazták az elmúlt esztendő legjobbjait. Az aerobik szakosztályunk, aki a legtöbbet versenyzett, hiszen nincsenek meg azok az infrastruktúrás feltételeink, hogy a szertornát olyan szinten tudjuk jelen pillanatban művelni még Nyíregyházan, amit az megérdemelne. Igaz, hogy az év tornászadíjat a fiúknál egy gyermekkezdő korcsoportú kis tornász kapta, aki már az utánpótlás korosztályban versenyez, de hát még sokat kell dolgozni a fiúknak. Büszke vagyok a szertornászainkra, büszke vagyok az aerobikosainkra, büszke vagyok az egész egyesületre tulajdonképpen. A fiatal tornászok tortával köszöntötték a születésnapos olimpiai bajnok Berki Krisztiánt, aki már sportigazgatóként szolgálja a sportágat. Nekem nagyon nagy vágyam volt az, hogyha egyszer tényleg szögre akasztom a csuklószorítomat és befejezem a tornapályafutásomat, akkor a tornasport közelében maradhassak. Szerencsére szövetségi szinten mind az elnök úr, mind a főtitkár úr nagyon nyitottak voltak abban, hogy tovább folytassuk az együttműködést és a közös munkát. Picit másabb ez a szerepkör, nagyobb a felelősségem. Akkor, amikor lent voltam a tornateremben, és úgy próbáltam meg segíteni az eredményeimmel a tornasportot és a benne dolgozókat, az egy picit más helyzet volt, de ettől függetlenül nagyon élvezem az új feladatokat. Tényleg nagyon sok minden van, amiben rám mernek bízni feladatokat, és remélem, hogy a jövőben egy olyan kapocs maradhatok a lentiek és a fentiek között, ami tényleg segíti a tornasport jövőjét. A rendezvényen valamennyi korosztály, illetve szakák képviselői adtak egy kis ízelítő tudásukból.